Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, a Stephen King adaptációkat tekintenénk át, és elérkeztünk az 1990-es Us-hoz. Először is érdemes leszögezni, hogy egy TV minisorozatról van szó, melynek számtalan vágása létezik, ugyanis több országban is megjelent VHS-en, illetve DVD-n. A legteljesebb változat kicsit hosszabb, mint 3 óra, és ez annak idején nem jelent meg Magyarországon VHS-en. Később azonban a DVD korszakban könnyen hozzá lehetett férni. Ha King könyveinek filmes karrierjét nézzük, akkor kezdeti kiugró sikerek után viszonylag nagy visszaesés következett. Az igazi nagy klasszikusok adaptációi, lásd a Kerít vagy éppen a Ragyogást, anyagilag is jövedelmezőek voltak, de utána folyamatosan elapadtak a mozi bevételek. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a 90-es évektől több könyvét is tévéfilmként vagy tévé minisorozatként adaptálták. Nyilván ennek két hátránya van, egyrészt korlátozott, hogy tévében mit lehet mutatni, gondolok itt főleg a horrorosabb elemekre, másrészt a legtöbb ilyen adaptációt azért egy kicsit belengi a tévés hangulat. Ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy még csak a 90-es években vagyunk, tehát nem volt meg még a tévésorozatok nagy forradalma. Amit eddig elmondtam, az talán a 90-es azra kevésbé jellemző. A filmet Tommy Lee Wallace rendezte, akinek a neve az évek során összefonódott a Halloween borzalmas harmadik részével, bár kétségtelen, hogy ebben az esetben nem követel akkora hibákat. Maga az alaptörténet annyi, hogy fiatalok felveszik a harcot a gyilkos bohóccal, Pennywise-szal és legyőzik. Majd ugrunk pár évet, Pennywise visszatér, és most felnőtt fejjel kell megküzdeniük vele. Az a helyzet, hogy én nagyon kedvelem King munkásságát és stílusát. Nem azt mondom, hogy minden könyve zseniális, de a legtöbbször az alapstílusjegyeket megtartja, és ezzel engem általában megvesz kilóra. Ugyanaz újabb könyveit a legtöbben már nem kedvelik, de én ezeket is előszeretettel forgatom. Ha összességében nézem munkásságát, számomra az a kedvenc könyvem tőle. Iszonyatosan erőteljes, mély, hosszú, nagyszabású mű. Nyilvánvaló, ezt egy filmben adaptálni lehetetlen lett volna, és a TV minisorozatnak is beletörött a bicskája. Mire gondolok elsősorban? Természetesen arra, hogy nem tudja visszaadni azt, ami a könyvben van. Nyilvánvaló nehéz feladat 1000 oldalt belespórolni 3 órába, főleg akkor, hogyha ilyen komplex, összetett műről van szó. Vannak lukak a forgatókönyvben, de valahogy a rendezőnek sikerült egyben tartania az egészet. Úgy fogalmaznék, hogy a film megáll saját lábán, de a könyv sokkal nagyobb értéket képvisel. Ami miatt még kimondottan élvezhető ez a TV minisorozat, az a remek színészgárda. Természetesen itt Tim Curry-re gondolok elsősorban, illetve néhány gyerek szereplőre. Ahol kicsit rezeg a léc, azok a felnőtt szereplők. De sajnos ez valamilyen szinten kritikája a 90-es változatnak, hogy a második felére kezd szétesni az egész. Bár itt megjegyezném zárójelben, hogy magának a King műnek is azok a részei kevésbé tudnak érdekessé válni, amikor a felnőtt karakterekről van szó. Emellett mindenképp kitérnék arra, hogy itt is sajnos felüti fejét a tipikus tévés betegség, mégpedig a költségvetés. Igaz, hogy van néhány baromi jó trükk, de összességében elmondható, hogy ezekre nem fordítottak túl sok pénzt. Számomra pedig kimondottan problémát jelentett, hogy ahol ezek a dolgok leginkább szétcsúsznak, az pont a lezárás. Annak ellenére, hogy olyan túl sok jót nem mondtam el erről a minisorozatról, azt azért el kell ismerni, hogy ha Stephen King könyveinek tévés feldolgozásait nézzük, akkor azok közül ez az egyik legjobb. Ebben az esetben az a véleményem, hogy annyira jó az alap, hogy elég volt körülbelül a film felét jól megcsinálni, a többit elvitte a sztori. Minden hibája ellenére egy abszolút élvezhető alkotás, melynek vannak kimondottan jól működő pontjai. Én a magam részéről 65%-ra értékelném. Minden esetre, hogyha valaki ezzel a feldolgozással találkozik, és a téma felkeltette az érdeklődését, akkor mindenképpen szerezze be a könyvet és olvassa el. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!